Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóban, és a mai videóban Ausztriába, illetve Szlovákiába is elutazunk. Szóval, ha érdekel, tartsatok velem! Made by Sneaky Traveling Channel. Reggelünket Z70-essel, metrózással és S10-es személyvonattal kezdtük. Győrből pedig egy Flirt 3-as személyvonattal utaztunk Fertőszent Miklósig. Fertőszent Miklóson viszont az osztrák vonatunkig volt több mint egy óránk, így fel tudtam menni pár vonatot. De ezek után végre a mi ÖBB-s talentünk is megérkezett. Regional Express vonat érkezik Wien-Hauptbahnhof. Nájszít am See, Pannhagen felől az 5. vágányra. A vágány mellett fokozott figyelmet kérünk. De nem is húzom tovább az időt, nézzük meg, milyen belülről egy ÖBB-s talent. Az ülések határozottan jól néznek ki, viszont a kényelmi szintjük körülbelül a magyar talentekével egyenlő, tehát rövidebb utakra teljesen alkalmasak, de egy hosszabb, egy órán felüli utazásra már nem tartom őket annyira nagyon kényelmesnek.
Mi is pont egy órát utaztunk ezzel a vonattal, és erre a távra szerintem abszolút alkalmasak voltak ezek az ülések. De mivel ez egy modern motorvonat, ezért például az ablakokat nem lehet rajta lehúzni, vannak benne kijelzők, illetve légkondicionáló is, de amin én meglepődtem, hogy nincs benne töltő, egyébként megjegyzem, a magyar talentekben sincs, tehát ha azokkal szoktatok utazni, akkor annyira nem lesz nagy meglepetés a számotokra, de a kijelzők közül sem működött mindegyik megfelelően. Fertőszent Miklós után viszont még a magyar oldalon van egy megállóhely, ez nem más, mint Fertőszéblak Fertőd. Vasár Ausztria. Ez a baj, nem tapadás, amikor érünk át. Szerűség. Szerintem átértünk egyébként. Ja, megnézem, de én szerintem át vagyunk. Ausztriába átérve viszont járatunk 4-5 percenként megáll, szóval fel is sorolom nektek az összes állomást és megállóhelyet Pándorfaluig. Pomogy, Valla, Moson-Szent-András, jön a hang, nem élem. Mert egyébként egy tök komfortos vonat egyébként szerintem, tehát tök jól lehet itt utazgatni. Nézzétek meg, hogy ilyenek az osztrák házak. De hogy tök jól lehet itt egyébként utazgatni, ez egyetlen dolog, ami egy kicsit is zavarhatja az itt utazót, ez a random kopogás. Egyébként Magyarországon nagyon sokan gyanúsítják a prémium, IC plusz prémium, az RMZ kocsikat azzal, hogy így kopog az ajtó, amit valahogy nekünk is sose kopogott, csak max a videóban lehet hallani. De hogy nem tudom, itt jobban kopog, mint ott. Mert az nagyon népszerű Magyarországon, úgy vettem észre a magyar vasút videósok körében, hogy azt gyanúsítják ezzel, hogy kopog az ajtó. Hát itt nem az ajtó kopog, itt az ülés kopog. Teljesen random. Azt hiszem, ennek az a neve, hogy Boldog Asszony ennek a településnek. Ezt megnéztem, ha minden igaz. Mert ugye minden településnek van magyar neve. Barátudvar, Gálos, Védeny, illetve ez a csodálatos megállóhely, amit Magyarországon csak Nezsider külsőnek hívnánk. De ha van Nezsider külső, akkor van Nezsider vasútállomás is, ahol összecsatolnak minket egy másik talenttel. Nezsider külső és Nezsider után viszont megérkezünk Pándorfalu külsőre, ahol mi le is szállunk. Pontos, mert óra 90 és óra 9-kor kell innen kimenni, úgyhogy nagyon jó, nagyon. Viszont miközben Pándorfalu külsőn vártuk a Pozsonyba tartó vonatunkat, találkoztunk egy ismerős, Magyarországon is járó vonattal, amit most meg is mutatok nektek.
Ami egyébként még érdekes volt Pándorfalu külsőn, az az, hogy volt egy ilyen kis elzárt széltől és esőtől védett kocka, amiben emberek ültek és interneteztek, mert ott van bent ingyenes wifi. A EU régiót, most mész mondjuk Győrbe, és akkor itt várod a közben wifizel. És nézed, hogy mikor jön velem. Jó, mondjuk utóbbit inkább csak én, illetve a hozzám hasonló videósok csinálják. De nekünk szerencsére nem kellett ott sokat várnunk, hiszen hamarosan meg is érkezett a vonatunk Bécs felől, amivel elutazunk Pozsonyba. Viszont Pozsonyba egy ilyen gyeseves ventusszal fogunk elutazni, ami nekem egy óriási élmény volt, hiszen már nagyon régóta ki akartam próbálni ezt a járművet. Amit meg akarok mutatni, ez az, hogy van kis lámpa. Meg szerintem ilyen ablak lehúzó. Ez az, igen, ez az. Azt. Ilyen személyi vonati szerelvényekben nem szokott lenni csak így széken. Legalábbis nálunk. De itt a konnektor fönt. Ezt kitalálta ki. Ki az a zseni, aki ezt kitalálta, hogy ott legyen fönn a konnektor? Nem itt oldalt, még itt most pont ablak van ennél az ülésnél, de hogy nem itt oldalt, mint a flörtön. Nem is mondjuk ebbe benne, itt asztalkába. Nem is a ülés alatt, mint a kiszeknél, meg a flört hármasoknál, nem ott. Ott fönt. Az milyen jó, nem? A vonaton egyébként a legtöbb magyar vonattal ellentétben van ingyenes wifi. De ha már van Pándorfalu külső, akkor van Pándorfalu vasútállomás is, ezt most láthatjátok. Pozsony-Liget falu vasúti pályaudvarig, viszont még van egy pár osztrák oldalon található megálló, ezeket mindjárt meg is mutatom nektek. Mosonújfalu, Lajtakáta, ahol egy szembevonattal is találkozunk, amely egyébként ugyanezzel a szerelvényes szállítással rendelkezik, mint mi. Ez nem más, mint egy ÖBB-s Ventus, illetve egy gyeseves Ventus. Lajta Körtvélyes és Köpcsény. Ezután a megálló után már csak Pozsony-Liget falu pályaudvar van, ami ugye ennek a járatnak a végállomása, de még mielőtt leszállnánk a Ventusról, szeretnék átadni egy kis utazási élményt. Pozsony-Liget falu állomáson a magyar vonatunk indulásáig volt több mint egy óránk, így fel tudtam venni egy-két vonatot. Az előbb látott bézés felvétel elkészítésekor viszont megtudtam, hogy ez a bézé nem csak ezen az egy felvételen fog szerepelni, hiszen ez fog elvinni minket Rajkára. Az utazás viszont nem indult túl jól, hiszen amint felszálltunk a bézére, megcsapott a körülbelül 40 fokos levegő, ezután pedig az indulásig a hőmérséklet kibírhatatlan volt a bézében. Indulás után viszont a levegő hőmérséklete a teljes mértékben elviselhetetlenről átváltott nehezen elviselhetőre, de az utazás élményen az sem segített, hogy indulás után nem sokkal megtudtam, hogy Rajkáról Győrbe Talent helyett Flörttel fogunk utazni. Az említett motorvonatot mindjárt látni is fogjátok. Thank you.
Amint megérkezett a Föld, mi fel is szálltunk rá, és megnéztük, ahogy a szlovák BZ visszaindul Pozsony-Liget falu állomásra. Ezután viszont mi is elindultunk a Flörttel, és egészen a végállomásig, Győrig utaztunk vele, ahol fel tudtam menni pár vonatot. Győrből Kelenföldre ezzel az S10-es vonattal utaztunk. Onnan átmetróztunk a Nyugatiba, ahonnan pedig Z70-es zónázóval utaztunk haza Vácra. Köszönöm, ha idáig megnéztétek ezt a videót. Remélem tetszett. Amennyiben igen, kérlek, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!